A cím, miszerint a magyarul olvasható építészet lehetőségei korunkban kissé talányosnak tűnik, de Grácz Antal már is megmagyarázza, mit is jelent ez. Az építészmérnök a szerves építészet magyar népművészethez és a nyelvhez kapcsolódó gyökereit vizsgálta előadása során. Olvasni mit szoktunk? Például megolvassuk a pénzt. Juhász megolvassa a nyáját, lehet betűt olvasni, és ami érdekes, képet is lehet olvasni. Ebből az következik, hogy van képírás is. Most az a képírás, amit én itt beszeretnék mutatni, az építészet történeten belül, illetve a jelenkori építészeten belül, ez egyfajta elejtett fonalat, művelődés történeti, építészet történeti fonalat próbál felvenni, amit hívhatunk vakolatornamentikának, talán helyesebben vakolathímzésnek is, minden esetre egy olyan képzőművészeti műfajba sorolható, amit eleink 500 éve még így neveztek, hogy csodálatos képekkel megíratta a falat, nyilván a megbízó főúr. Tehát megírni a falat, az azt jelenti, hogy megfestik a falat. Írásosnak nevezik a hímzéseinket, tehát a cérna hímzéseinket, és ugyanúgy írásosnak nevezik, képírásnak nevezzük a vakolat hímzést is, ha az valóban képírás. Na most ezt a fonalat igyekszünk mi felvenni. Annak idején még az 1500-as években született meg az első kazettás mennyezet. Ez a képírás a mennyezeteken folytatódott a népi építészeten belül. Ennek még nyoma volt az 1800-as években. A népművészetben pedig jelen van, és mindennel korunkban vajon milyen lehetőségei kínálkoznak. Ennek az alapja maga a nyelv, ugyanis a nyelvünk erősen képi beszédű. És ezt maga Szilveszter János 1500-as években az első új testamentum fordító, mármint Magyarországon, magyarra fordítója, ő már tisztában volt vele, hogy könnyű megérteni az evangéliumok képi nyelvét, mert a magyar nyelv erősen képi beszédű. Akár családi házak tervezésében, családi házak homlokzatán meg tudjuk jeleníteni, úgy, mint a népi építészet, és meg tudjuk jeleníteni középületek példáján is, mindegyikre fogok példát vetíteni, és aztán majd az utókor eldönti, hogy sikerült ezt a fonalat valóban szervesen folytatni, avagy még a próbálkozás tartományában tartunk. A Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület közel 40 éve alakult. A város iránti szeretet fenntartása és erősítése, és az épített örökség, valamint a szellemi örökség ápolása is a feladatuk. Tulajdonképpen a város legrégebbi civil szervezetei közé tartozunk. A folytonosság az megvan, de tagjaink azért cserélődnek, hiszen a Város 2000 Egyesületének egyike vagyunk. Tehát nekünk is meg kell újulnunk, és új témákat felvetni ahhoz, hogy megőrizzük az elért céljaink megvalósulását. A mostani alkalomra meghívott előadó korábban tagja volt a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesületnek. Jól ismerték kiváló szaktudását, kreatív gondolkodását. Nem véletlenül hívták most meg előadást tartani. Ővele igen termékeny párbeszédet folytattunk gyakran órákba nyúlóan, és nagyon hálásak vagyok neki, mert olyan új összefüggéseket, értékeket tárt fel nekünk, ami igazán egyedülálló. Ez az előadás is úgy jött létre, hogy gondoltuk, hogy megszólaltatjuk az nagyobb létszámú pécsi közösség számára, hogy ők is lássák ezt a nagyon különleges világlátást és a magyar értékeknek az előtérbe helyezését. A Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület szervezésében megtartott programnak a civil közösségek háza adott otthont.